Hello, sziasztok! Ebben a videóban azt fogom nektek elmondani, hogy milyen is az ideális férfi. Ezt pedig onnan tudom, hogy megszavaztattam az olvasóimat, a Lakatos Levente olvasó hölgyeket egy kérdőívben keresztül. Azt kértem tőlük, hogy különböző kérdésekre összesen 18 kérdésre, tehát 17 plusz 1 kérdésre mondják el, hogy ők mit gondolnak helyes válaszként. Arra kérlek benneteket, hogy a felmerülő kérdésekre, amikor a kérdéseket felteszem, írjátok fel, hogy nektek mi a válaszotok. Majd a végén kommentben írjátok le, hogy egyébként nagy vonalakban ti egyetértetek-e a nagy átlag véleménnyel, vagy pedig nem. Ez a videó egyébként azért jutott eszembe, mert kaptam egy ajándékot a Brown cégtől. Annyira szép. Szóval amiben egy Brown Series 9-es borotva szerepel. Most a legcsúcs szuperebb elektronikus, vagy elektromos borotva, elektronikus borotva, szóval elektromos borotva. Egyébként megnézegettem a weboldalukon, hogy mi mindent tud. Azt mondja, tökéletes vágás egyetlen mozdulattal, precíz borotválkozás könnyedén, szinkroszonik technológia percenként 40 000 vágómozdulattal, illeszkedik a kéz a kezünkhöz, tehát hogy követi a kontúrokat, vezető alaposság, és sorolhatnám, nézzetek utána, szerintem tökéletes karácsonyi ajándék férfiaknak, köszönöm szépen a Brownnak, illetve hát a csomagban még szerepel egy nagyon elegáns nyakkendő. Köszönöm szépen, szóval most már van elektromos borotvám, tudok a hölgyeknek megfelelő külsőt teremteni magamnak. Mindjárt kiderül, mert ugye erős kérdeztem egyébként az olvasókat, hogy mit gondolnak az arcszörzetről. De menjünk szépen sorba. Az első kérdés az volt, hogy számodra az ideális férfi pont, és 5 lehetséges választottam, pont az arcszörzettel kezdjük egyébként. Az első az, hogy szakállas, a második az, hogy borostás, a harmadik, hogy csupasz arcú, a negyedik, hogy bajszos. Az ötödik, hogy nekem teljesen mindegy, ugye egy ilyen kis kibúvó választatőséget is adtam. A győztes az lett, hogy borostás, bármi meglepő a hölgyek, legalábbis az olvasó hölgyek, a borostás férfiakat részesítik előnyben. Ez így alakult, ugye a második volt versenyben a csupaszarc és a nekem teljesen mindegy lett, de hát jóval kevesebb szavazat érkezett rá, mint a borostásra, illetve hát az abszolút zéró szavazatot elérő lett a bajszos. Egyébként el kell, hogy mondjam, az egész kérdőív folyamán csak a bajszos lehetőség volt, amire egyetlen egy szavazat sem érkezett, tehát a bajszos férfiakat egészen elutasítják a Lakatos Levente könyveket olvasó hölgyek. Szóval uraim, a bajusz ebben a körben nem menő. Oké, menjünk tovább. Ha arcszőr, akkor egyes lehetőség szépen nyírt, kettes lehetőség nem kell nyílni, nem kell nyírni, maradjon természetes. A kettő közül kérem szépen, a szépen nyírt lett a győztes, 80%-a a szavazóknak azt mondta, hogy szépen nyírt legyen az arcőr, és 20% mondta azt, hogy nem kell nyílni, maradjon természetes. Hát kérem szépen, ez a Brown borotva például tökéletesen követi a kontúrokat, úgyhogy ezzel például szépen lehet arcört nyírni, hölgyek, ez egy ötlet karácsonyra. Harmadik kérdés az volt, hogy számít neked az, hogy hogyan öltözködik a férfi? Kettő lehetőséget adtam meg, az első az, hogy igen, számít, a második az, hogy nem számít, ennyire egyszerű a döntés. És hát igen, egyszerűen kis tűnt a döntés, ugyanis a szavazók 92%-a azt mondta, hogy igen, számít, hogy öltözködik a férfi, és csak 8%-a mondta azt, hogy nem számít, úgyhogy uraim, tessék elkezdeni lapozgatni a divat magazinokat, és nézni, hogy mi éppen a trendi olvasgatni blogokat, ahol mondjuk a különböző divat blogger hagyják leírják, hogy mi áll jól manapság egy férfinak, hogy mi az, ami éppen divatos egy férfi számára. Milyen stílusban öltözködik az ideális férfi számodra? Kérdeztem ugye a Lakatos Levente olvasó hölgyeket. Megadtam 2, 4, 6 választ lehetőséget. Az első az, hogy sportosan, a második az, hogy inget és öltönyt visel, a harmadik az, hogy az ing kötelező, de lehet hozzá farmer, elegánsan, de kényelmesen, teljesen mindegy, majd én veszek neki ruhát. Ez a legjobb. Nem foglalkozott a férfi öltözködése. Oké, ebből pedig az jött ki,
eredményként, hogy 60% azt mondta, hogy elegánsan, de kényelmesen, ami jó hír a férfiaknak, uraim, ugyanis nem kell öltönyben szambáznunk egész nap, elég elegánsan, de kényelmesen felöltöznünk, a sportosan is egyébként tök jó szavazatarány kapott, 20%-a mondta a válaszolóknak azt, hogy sportosan jó, hogyha az ember felöltözködik, és hát például a teljesen mindegy, majd én veszek neki ruhát, csak 3%-ot kapott, úgyhogy a hölgyek nem akarják költöztetni a férfiakat. Ez jött ki legalábbis a kis közvéleménykutatásomból. Mit gondolsz a rózsaszín pólós férfiakról? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis van róla nekem is véleményem. Én például soha nem vennék fel rózsaszín pólót, és hát a hölgyek 67% arányban azt mondták, hogy szerintük se hordjon egy férfi rózsaszín pólót, úgyhogy köszönöm, hölgyeim, hogy alátámasztottátok a véleményemet. Mit gondolsz a test szőrről? Kezd itt forrósodni a téma. Négy válasz lehetőséget adtam meg, az első az, hogy a hónai borotválás kötelező, a többi mindegy, a másik az, hogy odalent legyen rendben, a többi nem számít, a harmadik az, hogy mindenhol lehet vagy legyen szőr, a negyedik pedig az, hogy a mellkas a lényeg, a többi tök mindegy, ugye a kis szerelem pázsit a fontos néhány hölgy számára, de nézzük meg az eredményt, amit is kaptunk eredményül, de egészen jól eloszlottak ugye a különböző százalékok, de ugye a nyertes az, hogy odalent legyen rendben, a többi nem számít, ez 47% véleménye. Hetedik kérdés következik a fanszőr tekintetében, ugye ez a személyrem szőrzet. Három válasz lehetőséget adtam meg, az első az, hogy teljesen szőrtelen legyen, tehát csupaszítsuk le magunkat. Mi férfiak, a harmadik az, hogy a hossza fontos, a visszavágott a nyerő, illetve amit a fazon írozott is ide beleszámít. Oké, a harmadik az, hogy engem nem zavar, a természet adta szőrzet a király. Oké, három válasz lehetőség közül a teljesen szőrtelen nyert, tehát uraim, azt hiszem, hogy teljesen kéne csupaszítani. A második lett a hossza fontos, a visszavágott a nyerő, mondjuk az így elég jó 35%-kal. Ugye a 40-nek a 35 nincsen túlságosan messze egymástól, és ugye akinek tök nehéz 18%, de se kevés, csak mondom. Mi az, amit a felsoroltak közül a leginkább elnézel egy férfinak? Négy választatőséget adtam meg, az egyik az, hogyha nem üde a lehellete, a második az, hogyha lábszaga van, a harmadik az, ha izzadság szaga van, és a negyedik az, hogy ne viccelj egyiket sem. És a, kérem szépen, a nyerő válasz lehetőség, ne viccelj egyiket sem. 53% szavazott rá, még a számokat sem ismerem, viszont amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy 20% azt mondta, hogy elnézhető, ha egy férfinek izzadság szaga van. 20% az nem kevés. És 19% pedig azt mondta, ha lábszaga van, az se túlságosan necces. Oké, csajok. A 9. kérdés az volt, hogy mennyire fontos, hogy egy férfinek rendben legyen a haja. Három válasz lehetőség közül lehetett választani. Az első az, hogy fontos, hiszen ápoltságot jelez, hogyha valakinek még nem zsíros, tehát frissen mosott a haja, vagy pedig mondjuk rendszeresen jár fodrászhoz. A második az, hogy nem fontos, nem ez alapján alkotok róla véleményt, meg egy kis zsíros haj, azért szerintem így elég véleményalkotó lehet. A harmadik az, hogy kifejezetten szeretem a kócos típust, mondjuk ez ugye a hosszra vonatkozik leginkább. A győztes pedig az, hogy fontos, hiszen ápoltságot jelez, ki gondolta volna. Oké. 20% azt mondta ugye, hogy nem az alapján alkot véleményt, a 17% pedig azt mondta, hogy éppen, hogy bejön neki a kócos, beletúrós hajtípus. Mit gondolsz a férfi kozmetikáról? Ez a 10. kérdés. 2 válasz lehetőséget adtam meg. Ajaj, ne! Ez az egyik. A másik az, hogy szerintem tök rendben van, ha egy férfi kozmetikushoz jár, és egyébként a válasz igencsak meglepő, ugyanis 54% azt mondta, hogy tök rendben van, hogyha egy férfi kozmetikushoz jár, és 46% azt mondta, hogy jaj, ne! Ezért majdnem fele-fele arány. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy lehetne vitázni a szavazó hölgyeknek. Mit gondolsz arról, ha egy férfi plasztikáztat? 3 válasz lehetőséget adtam meg, az egyik az, hogy csak akkor csinálja, ha nagyon indokolt, a második az, hogy szerintem felesleges, mindenki úgy jó, ahogy van, a harmadik, ha segít az önbizalmán, miért ne tenné meg, és a legtöbb szavazat, kérem szépen, a szerintem felesleges, mindenki úgy jó, ahogy van, ez 53%, egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek a hölgyek, akik szavaztak, valóban így gondolják magukra nézve is egyébként, hogy minden úgy jó, ahogy van. 37% azt mondja, hogy csak akkor csinálja, ha nagyon indokolt, a utolsó helyen pedig, ha segít az önbizalmán, miért ne, ami fura egyébként, mert ugye ez általában a
a melnagyobbító műtétek, ilyen, hogy tartom egyébként a melnagyobbító műtétek, nél általában a hölgyek arra szoktak hivatkozni, hogy az önbizalmukon segít, hogyha nagyobb és dúsabb a keblük, úgyhogy fura ez a 10% egy kicsit nekem, nem tudom mennyire voltatok őszinték a szavazásnál. 12. kérdés, mennyire tartott fontosnak, hogy egy férfi sportoljon? A jó test elengedhetetlen, ez az első válasz lehetőség, a második az, hogy annyira, hogy legyen szélesebb válla, mint nekem, tehát, hogy legyen egy kiállása az úriembernek. Harmadik, hogy nekem nem a test számít, és a győztes pedig ezek közül annyira, hogy legyen szélesebb válla, mint nekem, tehát a jó kiállása fontos. 25% mondta azt, hogy jó test elengedhetetlen. Remélem, hogy ezek a hölgyek is járnak konditeremben, és sokat kukolnak például. És ugye utolsó helyen nekem a test nem számít, ami csak 17%, úgyhogy azt hiszem, hogy a testképzavar az eléggé indokolt az uraknál is. Mit ellenőrzöl először egy férfin? 4 válasz lehetőséget adtam meg. Az első, hogy mennyire gondozott a keze, hogy lenőtte a tarkójánál a haja. A harmadik, hogy milyen kerek a feneke. A negyedik, hogy rendben vannak-e a fogai, és a 4 válasz lehetőség közül a győztes az lett, hogy rendben vannak-e a fogai, tehát hogy az ajándéklónak nézzük is a fogát, ugye. A 45% mondta ezt, 30% a kézre központosít, és a 23% azt mondja, hogy a fenék a lényeg, ugye ez se kevés, úgyhogy uraim, nekünk is kell googolni, meg lábazni. És ugye 2% lett csak az, hogy a tarkójánál le van-e nőve a haja, tehát hogy ez a haj kérdés azért mégsem annyira égető a hölgyek számára. Jöjjön a 14-es kérdés. Kopaszok vagy hajasbabák? Ez egy fontos kérdés. Olvastam angol órán egy olyan kimutatás, egy olyan tanulmányt, hogy a kopasz férfiak valahogy magabiztosságot sugallnak az emberek számára, úgyhogy ezért is voltam kíváncsi arra, hogy mit fognak válaszolni a lakatos lentekönyveket olvasó hölgyek. 54% azt mondta, hogy a hajasbabák. 40% mondta, hogy neki teljesen mindegy, hogy a hajhullásra egyébként sem tehet az ember, szóval ez majdnem fele-fele arányban van. 6% mondta azt, hogy a kopaszok, akik számukra a leginkább tetszőek. Oké. 15-ös kérdés, az őszülés témakörét járt a körbe. Na, itt már egy kicsit azért egyértelműbb a történet. 3 válasz lehetőség közül a nem zavar, nincs is szexi, és a 40-50 éves korig azért festesse a haját az illető, és a győztes a 72%-kal a nem zavar volt, tehát az őszülés urak az valahogy jobban elfogadott, mint a kopaszodás, vagy még egyikre se tehetünk, tehát hogy az őszülésről sem, a kopaszodásról sem. És jelenyész ugye a másik kettő válasz lehetőségre adott válasz mennyisége 100%-os arányban, tehát inkább őszüljünk, mint kopaszodjunk, ezt így tanácsolom nektek. És akkor feltettem a nagy kérdést, hogy melyik szexi? Az őszülés, vagy a kopaszodás, vagy pedig egyik sem? 55% azt mondta, hogy az őszülés szexi, mint a kopaszodás, 12% mondta azt, hogy a kopaszodás szexi, mint az őszülés, és 33% azt mondta, hogy egyik sem. Na most, hölgyek, erről a férfiak nem tehetnek. Sem a kopaszodásról, sem az őszülésről. Úgyhogy próbáljátok meg elfogadni, hogy valamelyiket választani kell. Oké. Vagy hát, jobb esetben egyiket sem, de hogy általában valamiket választani kell rosszabb esetben. Ja, mind a kettő az nem megy, mert kopasz meg ősz nem lehet valaki. Oké, 17-es kérdés, ha választanál, a férfi jóképű vagy ápolt legyen? Az első válasz lehetőség az, hogy jóképű, a többi lehet változtatni. A második, hogy ápolt, az ápoltság megszépíti a férfiakat. A harmadik pedig, hogy mindkettő ugyanolyan fontos, és hát a győztes az lett, hogy mindkettő ugyanolyan fontos 61%-kal. Itt is az derült ki, hogy a nők nem akarják megváltoztatni a férfiakat, mert a jóképűség nem fontosabb az ápoltságnál. Tehát, hogy nem mondja azt, hogy legyen jóképű, és majd akkor én megreformálom, és akkor ápoltá fog válni, hanem azt mondja, hogy mind a kettő ugyanolyan fontos. Mondjuk ez is ilyen maximalizmus, úgyhogy azért így tényleg az önképzavar azért elég erőteljesen beszámíthat a férfiak életébe is. A 18-as kérdés az plusz egy kérdés volt, ugyanis a kérdőív nagy része ugyebár a külsőségekről szólt, ez viszont a belsőről szól, de inkább azért, mert a belső megszépíti a külsőt. Olyan kérdést tettem föl, hogy szerinted melyik tulajdonság a legfontosabb egy igazi férfinél? Az első az a magabiztosság, a második az, hogy bátorság, a harmadik az, hogy hűség, a negyedik az, hogy ápoltság, a ötödik az, hogy őszinteség, hatodik pedig az, hogy valami egyéb. Ide be lehet írni egyébként saját válaszokat. Ugye ezek a tulajdonságok az egyében kívül, hogy
így az egyéb, na mindegy. Szóval, hogy ezek a tulajdonságok megszépíthetik ugye a külsőt is. Az eredmény pedig az, hogy 40%-ban a hűséget tartják a hölgyek vonzónak egy férfi esetében, 34%-kal második helyen végzett az őszinteség, 19% lett ugye a magabiztosság, 1% csak a bátorság, úgyhogy a hölgyek nem vágynak most nagyon bátor férfiakra, 2% az ápoltság, tehát hogy igazándiból az egész kérdőjével egy nagy hülyeség volt ebben a tekintetben, az ápoltság elenyésző ahhoz képest, hogy egy férfi hűségre is legyen. Jó, oké. És ugye 4%-et az egyéb, és ilyeneket írtatok be egyébként, így válogattam ezek közül. Szeressen, etessen és ne hagyjon el más miatt. Szeressen, etessen és ne hagyjon el más miatt. Nagyon jó. Feltétlen szeretetet írták például vonzó tulajdonságnak, legyen szexi szakálla, mondom, brown borotva. Az, amit nem lehet szavakba önteni, ez egy nagyon jó válasz, köszönöm szépen. A humor az nagyon fontos sokaknak. Tisztelet a nő iránt, csábítás, csábítson el minden nap, kedvesség, törődés, érzelmi intelligencia, kiegyensúlyozottság és a viselkedés, hogy társaságban hogyan viselkedik. Úgyhogy uraim, ezekre tessék figyelni. Szóval szerintem ez a videó mindenkinek hasznos volt, az uraknak azért, mert kaphattak tippeket arra vonatkozóan, mire figyeljenek, hogyha mondjuk így a külsejüket igyekeznek rendbe tenni, a hölgyeknek pedig azért lehetett ugye izgalmas, mert hogy kiderült, hogy mit gondolnak a nőtársaitok. Na most akkor kommentben írjátok meg, hogy ti egyébként mire szavaztatok, miben különbözik az ízlésetek az nagy átlagétól, illetve hát lájkoljátok a videót, osszátok meg, hogy minél többen értesüljenek róla, iratkozzatok fel a csatornára, hogy minden videóról kapjatok értesítést, és hát figyeljétek, hogy milyen videókkal fogok érkezni nem sokára. Csók, csók!